Sziasztok! Ma június 4-e van, szombat, és megyünk Budapestre vásárolni, mert nagyon-nagyon izgatott vagyok miatt, mert imádok oda menni vásárolni. Úgyhogy, ja, ha esetleg érdekeltiteket, akkor tartsatok velem. És kb. Ennyi. Ja. Szóval az OOTD-m, ez a kardigán a takóval van. New Yorker, nem tudom, office shoes és pavia. Ez pedig Six, Marc Jacobs, és én csináltam Lumbendekből. Nagyon. Visszük a macsesz a mamáékhoz, hogy ott el legyen, mivel ugye nálunk be lenne zárva egy kis helyre, szóval inkább kivisszük, ott van udvar, és tök jól el lenne, kert, udvar, mindegy. És ha esetleg még nem láttátok az előző videóm, amit ma reggel tettem fel, most szombat reggel, akkor mindenképp nézzétek meg, mert a minden napi sminkemet mutatom meg. És szerintem tök érdekes, úgyhogy nézzétek meg, hogyha még nem láttátok most. Azután a blog után, persze. És vicces volt, mert a West Endben anyáik eltévedtek. Szóval... Én találtam meg az autót, szóval hagyják. Úgyhogy nagyon vicces volt, és össze-vissza kerestük őket, nem minden. Szóval most az Alléban vagyunk, és vásárolunk asztalt. Ez nagyon jól néz ki. Befejeztük a nézelődést, hát nem mondhatnám, hogy sok mindent találtunk, és most frojót eszünk. Hú, tuti nem vagyok. Nem sok mindent találtunk. Ez nagyon jó. Be a vásárlást, és megyünk haza. És ő itt a Kitty, a húgom, akinek van csatornája. Voltunk több boltban is, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy miket kaptam. Először a Stradivarius, mondanám, itt igazából csak kettő ilyen sima trikót kaptam, mivel most fogyóban vagyok az alapdarabokkal, szóval csak kettő trikóm van itthon, vagy ilyen toppom, amit fel tudok húzni, egy szürke, meg egy fekete, és akkor most van egy ilyen rózsaszín, meg egy bézses. Szóval igazából ennyi. Aztán utána voltunk ugye a Lush-ban. Innen van egy bőrtisztító. A Dark Angels.
Ez egy ilyen fekete arctisztító, és igazából már várom, hogy kipróbáljam, kíváncsi vagyok, hogy milyen. Aztán van még innen egy ilyen ajakradíron, ami a bubblegum ízű, vagy ízesítésű. Iszonyatosan jó illata van. Ez az, ami cukorból van, és le tudjátok nyalni a szátokról. Szerintem tök jó ötlet. És van még egy, ez pedig egy nagyon jó illatú fürdőgolyó, ami az Intergalaktik. Ilyen csillámos, és állítólag nagyon-nagyon jó, úgyhogy szerintem érdemes követni engem Instagramon, mert lehet, hogy lesz fent róla kép, ahogy a vízben van, majd valamikor. Hú. Szóval... Igen, aztán utána voltunk még ebben az IM, vagy ez egy ilyen ékszer volt, innen vannak azok a gyűrűk, amiket láthattatok, hogy ez a középső ráragadt az ujjamra, de leszedtük, úgyhogy sikeresen leszedtük. Szerintem tök jók lesznek, tök egyszerűek, és már nagyon akartam ilyen aranygyűrűket. Utána voltunk még a pupában, ami nagyon meglepődtem, mert amikor először megláttam kívülről a boltot, azt hittem, hogy iszonyatosan drága, és nem. Egy ilyen pupás szemhéjpúdert kaptam a 621-es árnyalatban. Ez kompakt, és ilyen. Egy ilyen hasonló szín, mint amit mondtam, hogy felraktam, ugye mindennapi sminkem, és az egy elég régi paletta, amit használtam, az a NYX-es paletta, szóval mindenképp szerettem volna egy ahhoz hasonló szint, amit ott használtam a szemhéjamon, ez az ilyen korallos, vagy bronzos, vagy milyen szín, ahhoz hasonlót szerettem volna, és ez nagyon jó, szóval szerintem ezt fogom most majd helyette használni, mert nekem nagyon tetszik. Úgyhogy ezt mindenképpen fogom majd használni. Persze, ha a vásárlásról beszélünk, akkor nem maradhatott el a szerelmem sem. Egy szemhéjfestéket kaptam. Ez a Painterly árnyalat. És eredetileg szemhéjbázisért mentem be, de az elfogyott, és azt mondták, hogy ezt is lehet használni szemhéjbázisként. Ennek egy ilyen nude rózsaszín színe van, szerintem gyönyörű. Úgyhogy ennek nagyon örülök, már amúgy régóta szerettem volna kipróbálni a MAC-nek ezeket a szemhéjfestékeit, úgyhogy végül is örülök, hogy erre esett a választásom. És igazából ennyi is lett volna. Remélem, hogy élveztétek ezt a videót. Azért elég nehéz volt vlogolni, szóval amikor a West End-ben voltunk, akkor akkora nagy tömeg volt körülöttem, hogy nem mertem elővenni a kamerát, mert így úristen, szóval mindenki engem nézne meg ilyenek, úgyhogy nem tudom, pedig biztos nem érdekli őket, de nem tudom, valahogy bennem van ez az érzés. Az Alléban már kevesebben voltak, ott azért csináltam videókat, ugye, de majd gyakorlok és belejövök, szóval nyugi, menni fog ez, menni fog ez. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!